Tamási város önkormányzata és a katolikus egyház részéről 2016-ban fogalmazódott meg az ötlet a katolikus negyed kialakításáról, mondta a város alpolgármestere Széles András. Az országban működő iskoláknak kétféle fenntartási lehetőség elérhető most, a állami, a klikken keresztüli, valamint egyházi fenntartású intézmények vannak. Mi mégis beruházóként részt veszünk ebben a dologban. Ennek az oka az, hogy mikor 2016-ban a katolikus egyházzal közös akarattal létrehoztunk egy együttműködést, már akkor körvonalazódott bennünk a gondolat, hogy bár első lépcsőben csak a 8 osztályos gimnáziumot vették át, utána fokozatosan indította a katolikus egyháza az óvodai nevelést, amiben szintén támogatta az önkormányzat helyszínen őket, aztán elindult az általános iskolai képzés, és látjuk azt, hogy telik múlik az idő, nőnek a gyerekek, hogy egyszer csak kicsi lesz a hely. És ugye, bár egy kicsit nagy képűnek már elnézést a kifejezésért a negyed kifejezés, de hogyha majd kicsit rátérünk a beruházásra, akkor talán nem túlzó, hiszen azzal, hogy általános iskola 1-től 8. osztályig, valamint a 8 osztályos gimnázium, a 4 osztályos gimnázium, valamint az óvodának a 4 csoportja gyakorlatilag egy épület tömbben lesz elhelyezve, az már akkora méreteket fog adni, amit nem túlzó negyednek nevezne. A nagy szerencsénkre, ugye még udvardi püspök úrral kezdtük az együttműködést, és most ugye új felföldi püspök úrral folytatjuk, akkor már megállapodtunk abban, hogy amelyik szereplő tud előforrást találni a beruházáshoz, az viszi ezt az egészet. Mi annak örülünk amúgy, hogy hosszú távon az önkormányzat tulajdonában marad az ingatlan. Azért ez egy fontos dolog számunkra. Annál is inkább, mert kicsit ha csapongva is beszélek erről a beruházásról, azért általában, amikor egyházi fenntartásúvá válik egy intézmény, akkor sajnos, ezt kimerem mondani, hogy az esetek zömében szabadult annak idején az önkormányzata feladattól, és egy olyan jellegű, állapotú intézményt adott át az egyháznak, amivel komoly feladatai voltak, hogy egyáltalán működtetni tudja. Azért, ha mögöttünk még a beruházás előtti állapotra is nézünk, azért ez nálunk nem igaz, hiszen egy gyakorlatilag szinte kompletten felújított intézményt adtunk át az egyháznak. Úgyhogy nem az volt a szándék, hogy szabaduljunk valamitől, hanem az volt a szándék, hogy a katolikus egyház segítségével egy nagyobb merítést, akár kilométerekben mérhető, nagyobb távolságról tudjuk ide vonzani a gyerekeket, hiszen ahol a városban egy jól működő iskola van, az gyakorlatilag a település jövőjét jelenti. A beruházás kezdő forrása már az önkormányzat rendelkezésére áll, így a fejlesztés első fázisaként megkezdődhetett a tervezés. Első körben kiemelt kormányzati támogatásból 125 millió forintot kaptunk a tervezési feladatok elvégzésére. Ezek folyamatosan zajlanak. Itt gyakorlatilag az engedélyes tervek hamarosan előállnak, utána a kiviteli tervek, és amikor annak a kiviteli tervnek a birtokában a közbeszerzést lefolytatjuk, akkor jön a második ütem a kormányzati támogatásba, de hát nyilván ez már egyenes út, mert ki fog jönni a végösszeg, hogy mennyibe fog kerülni ez az épület. Itt ugye több mint megduplázzuk a felületeket. Mert ugye a szükséges szaktantermek, a szükséges sportfelületek, az óvodának az egyéb előírásai megkívánják azt, hogy gyakorlatilag egy nagyon jól egybeépített, ám de mégis korosztályoktól elszeparáltan működtethető intézményt hozunk létre, mert azért felteszik nekem a kérdés, hogy férnek össze a 2,5-3 éves gyerekek a 20 éves lakli végzős gimnazistákkal. Hát úgy van majd megoldva ennek az egész épületnek a közlekedési rendszer, az oktatási szárnyak kialakítása, hogy nyilván elkülönülnek egymástól, és ha és amennyiben egyszer szükséges egy nagy összevont rendezvény, a legkisebbektől legnagyobb, akik kap, az pedig nagy öröm számunkra, hogy a városunk egy újabb sportcsarnokkal fog gazdagodni, mindenfajta szabványnak megfelelően, hiszen hosszú távú cél, hogy az is egy multifunkciós dolog legyen, hogy a városnak, akár egyéb sportegyesületeknek is tudjuk biztosítani a felületet, mert az is igaz, hogy bár kisváros vagyunk, de komoly sportélettel rendelkezünk, és bár van két szép csarnokunk, de úgy néz ki, hogy elfér még a harmadik is, mert lenne rá igény. Meg hát ugye a mindennapos testnevelés kapcsán ezt a sok-sok osztályt, amit az előbb említettem, ki kell szolgálni, úgyhogy egy szekcionálható sportcsarnokkal is bővülünk, ami egészen a Széchenyi utcáig ér. Úgyhogy itt a Bezéréd utca, Szabadság utca, Széchenyi utca körülölelő és a Tompa utcával befejezőleg gyakorlatilag tényleg egy negyed, egy körbehatárolt negyed fog létrejönni. Az elsődleges tervek szerint még az idén lezajlanak a tervezési és közbeszerzési feladatok, majd indulhat az eljárás, a munkálatok pedig várhatóan az idei tanév végén kezdődnek majd el. Oktatás szempontjából jó lenne a tanév végén kezdeni, de szeretnénk úgymond sietni, hogy azokat a munkákat, amit az oktatás zavarása nélkül el tudunk kezdeni még a tanév alatt, azt megtesszük, bár ez egy hosszú beruházás lesz, úgyhogy együttműködés kell majd itt a iskola dolgozói, tanulóival is, hiszen ez a jó probléma, amikor építkezünk, akkor majd meg kell oldani, hogy éppen melyik szárnyat
toldozzuk, mert ugye egymáshoz építünk dolgokat, termeket alakítunk át, tehát nyilván érinti majd az oktatási munkát is, de hát ez legyen a legnagyobb bajunk, amikor már ezt kell szervezzük, hogy éppen az az adott osztály hova megy ideiglenesen tanulni. Aki Tamási, azt már megtanulta, mert a Vőc iskolánál ugyanez volt, de még a Vájit is mondhatom annó, hogy gyakorlatilag minden egyes diák itt Tamásiba, hála Istennek megélhette azt az időszakot, hogy attól fájt a feje, hogy éppen az oktatás hol fog zajlani. Meg hát ugye ez a koronavírus időszak megtanított minket egyéb alternatív módszerek alkalmazására is, úgyhogy reményék szerint zöggenőmentesen fogjuk tudni ezt véghez vinni. Az új intézménykomplexumban helyet kap majd 21 osztály és 4 óvodai csoport, így legalább 600 gyermek oktatása folyik az önkormányzat és az egyház közösen megálmodott katolikus negyedében. Általános iskolában 8 osztály, tehát 1-től 8-ig, aztán van a 8 osztályos gimnázium, az is szintén 8 osztályt akar, aztán van a 4 osztályos gimnázium, az pedig még 4-et, és amennyiben megmarad a nyelvi előkészítő képzés, reményénk szerint igen, akkor az még plusz egy osztálytermet jelent, ehhez tartozik 6-8 szaktanterem, de hogyha szigorúan a létszámokat nézzük, és mondjuk akkor gyorsan adjuk össze, hogy 16 meg 4, az 20 osztály, ugye? Jól számolom, és hogyha van ez a plusz 1, akkor 21. Az átlag létszámokat mondjuk, hogyha 25 fővel vesszük, akkor 500 fős az oktatási rész, és 4-szer körülbelül 20-25 gyerekre méretezett óvodai csoportot hozunk létre, tehát ez még nagyjából 100 gyerek befogadására lesz alkalmas. A legelső kérdés, ami egy beruházás kapcsán mindig felmerül, mikor készül el? Ezt a dátumot számos külső tényező is befolyásolja, amit Széles András is hangsúlyozott. Egy ilyen volumenű építkezésnél kár ígérni, mert gyakorlatilag nagyon sok minden előfordulhat, időjárás, bár akármilyen egyéb adminisztrációs probléma. Mi szeretnénk 2024-ben ezt a dolgot már átadni. Ha más nem részlegesen, mert ugye olyan az épület szerkezet, hogy mondjuk adott esetben egy óvodát, azt lehet, hogy hamarabb át tudunk adni, mint mondjuk egy sportcsarnokkal együtt kivitelezett iskolát. Megpróbáljuk majd úgy intézni, hogy tényleg zökkenőmentes és fokozatos legyen az átadás, átvétel, vagy nem is tudom, mert ugye lesz majd költözködő is, hiszen most is van óvoda, most is van általános iskola, úgyhogy őket meg szépen folyamatosan integráljuk az új intézménybe. A katolikus negyed nagy fejlődést jelent az intézmények és a városnak is, ami a kivitelezés ideje alatt sok türelmet és összehangolt együttműködést igényel majd.